Egy év külön út után ismét együtt dolgozik a VTCC-ben Mihalis Norbert és versenymérnöke Bári Gergely, aki tavaly Tiago Monteiro társa volt a Honda gyári csapatában. A tavalyi túrautó VB sorozat negyedikje, tehát magyar partnereivel készült az áprilisban induló idényre. Gergő a vendégünk erről az új helyzetről. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mihalis Norbertet idézem először. Valamikor a kockázat van abban, hogy Tiagóval mérnököt cserélünk, és ezt valószínűleg elsősorban Gergő is az én kérésem miatt vállalta be a vezetés. No hát, Gergő, melyek a kockázatok és a mellékhatások? Nem tudom pontosan, Norbi, mire gondolt. Mire gondolhatott? Azt gondolom, a vezetés szempontjából jelenthet ugye kockázatot az, hogy egy alapvetően csapatszinten jól működő rendszerbe belepiszkálnak, úgymond csak a mi kedvünk miatt, de megpróbálom én ebben a pozitív oldalt látni, nevezetesen azt, hogy fontos volt a mi véleményünk annyira, és fontos volt a mi lelki békénk, mondjam így, annyira, hogy a csapatvezetés vállalta ezt a kockázatot. És tehát a csapatvezetés a csapat egység érdekében és az eredményesség érdekében azt mondta, hogy összeültetem a magyarokat, mert bízom benne, hogy így még jobb lesz a teljesítmény. Igen, ez volt a mi alapvető érvünk. Ugye ők, ami miatt tavaly szétválasztottak minket, az az volt, hogy éreztek benne kockázatot, hogy egy magyar klik kialakulhat a csapaton belül, ami miatt sérülhet a végső eredmény, és az, hogy egy év után elértük azt, hogy nem érzik ezt olyan jelentős problémának, és az, hogy mi szeretnénk együtt dolgozni, mint ahogy szerettünk volna nyilván tavaly is, az, hogy mi szeretnénk együtt dolgozni, ez kellően fontos nekik, vagy kellően értékelik annyira, hogy azt a minimális kicsike kockázatot, ami esetleg mi maradhat, azt is vállalják. De akkor az azt jelenti, hogy meggyőzte őket az egy év, hogy igenis, ti profi módon megoldjátok ezt akkor is, ha szétültetnek benneteket, tehát megkaphatjátok a lehetőséget, hogy összeültessenek benneteket. Pontosan, újra. Igen. Na most, ez hogy történt így? Együtt kértetek a Honda főnököket, hogy ezen változtassanak? Oda járultatok hozzájuk, vagy amikor ment a kérdezősködés, akkor mind a ketten ezt erősítettétek meg. Mi volt ez a folyamat? Alapvetően ez utóbbi. Tehát nyilván évközben nem ment a puffogás, dúrogás, hogy Damian Norbival szeretnénk dolgozni. Amikor eljött az ideje a szezon végén az idei szezonról való egyeztetéseknek, akkor én is, illetve Norbi is, amikor meg voltunk kérdezve, akkor azért hangot adtunk annak, hogy azt gondoljuk, hogy sikeresebbek tudnánk lenni együtt. Világos, a főérvetek az volt, hogy két magyar, sőt három magyar, ha összehajol, akkor az erősebb lesz. Igen, alapvetően igen. Na most, miután te az elmúlt szezonban Norbi csapattársa vetétársa Monteiro mellett dolgoztál, azt mondnak, hogy miért volt ez más, miben volt alapvetően más, mint a régi zengős társa, mert hiszen tulajdonképpen a feladat bizonyos tekintetben ugyanaz. Alapvetően Tiagónak és Norbinak eltérő versenyzői munka menete van, eltérően viselkednek versenyzőként, és emiatt volt más. Az alapfeladatok, az alapteendők, az alapmunkamenet az nyilván ugyanaz. Uh-huh. Ami miatt még más lehetett, az pedig nyilván a gyári környezet. Tehát tavaly kerültünk át a gyári környezetbe, amiről ahogyan erről akkor is beszéltünk, ez nyilván egy más környezet, más folyamatokat eredményez, más milyen döntéshozatali módszereket igényel, mint a gyári csapatnál, mint a privát csapatnál, ahogy azt tettük. Mi újat tanultál Monteiro mellett a gyári csapatban magadról? Hú, most megfogtál. Nagyon tartottam az új szerelő, nem is a versenyzővel, hanem a szerelő, a kiszolgáló személyzettel való együttműködéstől. Amit sikerként éltem meg, az az, hogy velük viszonylag jól sikerült kialakítanom a csapat egységet és az együttműködést. Ha valami újat tanultam magamról, az az, hogy ettől nem kell annyira tartanom, mint amennyire tartottam az elején. Igen. Tehát, hogy az új dolgoktól nem kell annyira tartani. Valami ilyesmit, igen. Na most egyébként, avasd be a részletekbe, hogy mondjál néhány példát arra, hogy mitől lett ez versenymérnökként egy nagyobb szakmai lehetőség az, hogy privátból gyári Honda csapatnál dolgozhattál, és dolgozhatsz a jövőben is? Alapvetően munkakörnyezet, azt gondolom, az, hogy nem egyedül vagyok mérnök ebben a környezetben, hanem a több autó miatt, illetve a szervezet mérete miatt több olyan emberrel értekezhetek, diskurálhatok a verseny hétvégéken, akik hasonló problémákkal vannak körülvéve, mint én. Láthatom, hogy ők hogyan dolgoznak, ők hogyan működnek, tanulhatok tőlük,
Tehát egy nagyobb szervezeti abszolút körforgásba igen. Kerülsz. Az, hogy ez egy nagyobb szervezeti körforgás, az mindenképp egy előrelépést jelent. Ha ezt az évet nézzük, akkor, tehát ezeknek neked nagyon hiányzott, Norbi, a mindennapokban. Igen, illetve hiányzott az a munkamenet, amit az ő közelsége és jelenléte jelentett. Ugye Norbival mi a versenyek közben is elég sokat beszélgetünk, a versenyekre általában együtt utazunk. Ez a versenyekre való összezártság, ugye távolabbi versenyek esetében ez 15-6 órát is jelent, ez azért eléggé sokat segít abba, hogy ráhangolódjon az ember a verseny hétvége történéseire. Az, hogy vele folyamatosan arról beszélünk, mi legyen az autóval, mit várunk, milyen problémákba fogunk ütközni valószínűsíthetően. Tehát, hogy ez neked fontos a munkádban, tehát hiába próbáljuk ezt egy exakt munkaként leírni, de hogy ezek a személyes összekovácsoló körülmények a te technikai munkádat nagy mértékben segítik? Igen, alapvetően azt gondolom, hogy ezek fontosak. Ugye a versenyzővel való kapcsolat, tehát itt nem csak kimondottan jármű dinamikáról, futómű technikáról van szó, hanem ez kicsit egy ilyen emberi dolog is érezni, hogy a versenyző hogyan működik és mit kíván, hogy érzi magát pillanatnyilag. Ezek fontos személyes kapcsolatok. Hát meg hogyha itt jármű dinamikáról, meg futómű technikáról beszélünk, akkor az nyilván azokban is van eltérés, hogy milyen habitusú az az ember, aki kezeli ezt a technológiát, nem? Ja, abszolút, természetesen. Tehát versenyzői mentalitás, versenyzői stílus, technika, ez mind számít a mi döntéseimben, vagy a mi munkánkban. Kicsit távolabbról, félig kívülállóként, hát persze csapattagként, de hogyan láttad egyébként Norbinak ezt az elmúlt szezonját? Mennyit tudott kihozni magából ezen a negyedik helyen szerinted? Hát erről megint csak őt kellene kérdezni, hogy ő hogy érzi. Én azt gondolom, talán, ha ő is kicsit komfortosabban érzi magát, akkor ez egy picit lehetett volna jobb szezon, de félve mondok ítéletet, az az igazság, hogy én eléggé el voltam foglalva a már emlegetett saját kis problémáimmal. Az eredményeit mindig figyeltem, mindig próbáltam az arcát fürkészni, amikor olyanok voltak, de nagyon intenzív volt nekem akkor, amikor vele történtek a dolgok, akkor nyilván velem is történtek a másik sarokban a dolgok, és ezért annyira nem tudtam átélni és átérezni a dolgait, hogy most olyan nagyon megalapozott véleményt tudjak erről formálni. Na de arról talán már igen, hogy Monteiro, Michelis más stílus, de melyikük a jobb pilóta? Ez megint azért nem egy olyan szép kérdés. Nyilván én a Norbival nőttem bele a versenyzésbe, nekem ő az etalon, és mindig is ő lesz, azt gondolom. Tehát én az ő tehetségében jobban hiszek, és ez szerintem nem tehát a Tiago felől sem fogja ezt ő. Ha a fülébe jut, akkor rosszul. Világos, értelek. Tehát akkor most újra együtt. És az tényleg van egy olyan megkötés, hogy nem beszélgethettek majd verseny közben magyarul? Igen. Na hát nem csak verseny közben, hanem amikor hivatalos menések vannak, akkor nyilván a rádió... Hát amint ti Honda csapatok vagytok, onnantól ez az angol a kommunikáció nyelve, így egymás között is egymáshoz fordultok. Hát azért nyilván, ha nincs körülöttünk senki, akkor valószínűleg azért magyarul fogunk beszélni, aha, de mihelyst bárki, akár az utolsó kis takarító személyzet, vagy nem tudom, ott van mellettünk, akkor igyekezni fogunk angolul beszélni. Világos, mert ezt ti vállaltátok, hogy ezzel abszolút is azt jelezzétek, hogy csapattagok vagytok, és nem klikesedtek. Nyilván, meg ez természetes is azért, azt gondolom, hogy... Hát ott ez az irányítás nyelve, igen. Azt Norbi jelezte, hogy az fontos neki, ez hogy fog kinézni, hogy a VB sorozat alatt például itthon, amikor itthon vagytok, mennyit tudtok találkozni és egyeztetni, tehát hogy az is része a felkészülésnek, ami nyilván Monteiroval nem volt meg, mint lehetőség. Nincs ez általában előre tervezve, egyszerűen amikor úgy hozza a életünk, akkor azért igyekszünk összefutni. Nyilván, hogy közeledik egy versenyhétvég, annál többet, annál sűrűbben. Milyen szezonra készülhettek együtt elérni a régóta áhított csúcsot ezzel a most már pirosfehérzolt kasztrol színű kocsival? Nyilván az egy szép pont lenne a mondat végén, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. Azért elég nehéz lesz ez a szezon, tehát sokfele mérlegelik ilyenkor nyilván a lehetőségeket, van, ahol pozitívabban látják ezt a szezont, valahol negatívabban. Én azért mindig igyekszem a szkeptikusabb vonalat felvonultatni. Azt gondolom, hogy elég sok kemény ellenfelünk lesz idén. De a te szkepticizmusodban is azt gondolom, hogy egy dobogó van mindenképpen, igaz? Hát mindenképp, igen. Mindenképpen, hát ugye. Hogyan látod egyébként a VTCC sorozat jövőjét? Vannak-e felhők most? Mekkorák a felhők?
Igyekszem ezzel általában azért keveset foglalkozni, de én látok felhőket, ha őszinte akarok lenni, de hogy pontosan ez most megint mennyire megalapozott, és mennyire jól látom én ezt, azt azért megint fenntartásokkal kezelném. Akkor inkább azt mondnák, hogy a magad szerepét, a kettőtök munkáját ebben a versenysorozatban nem tegnap óta vagytok benne, te például ugye 2011 óta vagy VTCC versenymérnök, szóval mennyire látsz te előre, láthatsz előre? Hogy meddig dolgozhatok így együtt, vagy egyáltalán ebben a sorozatban? A sorozatban való dolgozás az, amit én nem tudok most mérlegelni, tehát nem tudom, merre fog menni a sorozat. Ugye ez nagyban függ a Honda szerepvállalásától, függ attól, hogy a Norbinak hogy lesz megfelelőbb, a milyen sorozatban lesz lehetősége esetleg tovább lépni, hogy ha úgy alakul, hogy kell. Az, hogy én a Norbival együtt szeretnék dolgozni, azt talán egy picit biztosabbnak látom, és én úgy érzem, hogy ő is amíg tud, addig szeretne velem dolgozni, én is amíg tudok, szeretnék vele dolgozni. Magában a VTCC-ben nem tudom, hogy ennek hogy alakul majd a jövője. Világos, az a lényeg, hogy körülbelül akkor kötelékbe szeretnétek repülni a következő abszolút, időszakba. Abszolút, igen. Ez az összeültetés is jelzi ezt a szándékotokat. Így. Azt mondd meg végül, Gergő, arra kíváncsi vagyok, hogy miközben ugye persze te tanítasz is mellette a versenymérnök vagy az egyetemen, a gyári munkával az elmúlt szezon alapján mennyit alakult az életed, a versenynaptárad, a naptárad a korábbi időszakhoz képest? Zsúfoltabb lett, de még mindig azért kezelhető volt. Amikor erről beszélgettünk egyébként a tavalyi év elején Alessandro Marianival, akkor ők szerették volna, ha nagyobb százalékát az időmnek áldozom erre a projektre, de én próbáltam azért úgy alkudozni ott is, hogy menedzselhetőek legyenek az itthoni dolgaim azért a fennmaradó időben. Ezt továbbra is tartom, és továbbra ezt is szeretném. Ezt a kettőséget szeretném megtartani továbbra is. Így igaz, annyi fenntartása, hogy amennyiben azért a szezon során azt látom, hogy igényli, és reális esély van tényleg a nagyon-nagyon szép eredmények elérésére, akkor én azt nyilván azért a prioritásaimat megpróbálom majd átrendezni, de egyelőre azt gondolom, hogy ahogy tavaly működtek a dolgok, azt remélem, hogy idén is fognak ugyanúgy olyan időbeosztással működni a dolgok. Na hát akkor áprilistól belevágtok, nagyon sikeres szezon nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.